Ilyen még nem volt, nem csak Nyíregyházán, hanem az országban sem. Nyugat-Európában bevett szokás, hogy a sportág nyári változatát beviszik a belvárosba, így népszerűsítve a röplabdát. A Hübner HKFT jóvoltából a hétvégén a megyeszékhelyen nem csak nézhetik, hanem ki is próbálhatják a strandröplabdát azok, akik szeretnének egy jó hangulatú délutánt vagy estét sportosan eltölteni. Ja, zunächst hoffen wir erstmal, dass wir hier alle sehr viel Spaß haben werden hier gemeinsam in der Stadt. Azt a célunk, hogy mindenki nagyon jól érezze magát. Szeretnénk egy jó hangulatú sportrendezvényt látni, de nem titkoljuk azt sem, hogy a környező városok egyetemeivel, főiskoláival kialakítsunk egyfajta kontaktust, csak úgy, mint a Nyíregyházi főiskolával és a megyeszékhelyi középiskoláival. A négytagú csapatokban minimum két hölgynek szerepelnie kell, a meccsek egy szettig, a jelentkezők létszámától függően 21 vagy 25 pontig tartanak majd. Szeretnénk játék lehetőséget is biztosítani, megfelelő mennyiségűt a nevezett csapatoknak, és itt a strandröplabdában az amatőröknél a kosárérintés megengedett, kivéve áttenni nem lehet a labdát kosárérintéssel, mert az nagyon megkönnyíteni a csapatoknak a helyzetét. Nem egyszerű azért egy 40 centis homokba ugyanúgy mozogni, elindulni, fölugrani, biztos, hogy nem egy egyszerű, de én úgy gondolom, hogy a péntek délelőtt folyamán bárki kedvet kap, jó idő lesz, és leveszi a cipőjét, és följön, és kipróbálhatja a bemelegítő mérkőzéseken kívül, és megnézheti, hogy milyen ez a játék. A program péntek délután 10 órakor kezdődik, majd a 14 órai megnyitó után következnek a hajnal 2 óráig tartó mérkőzések. A szombat délután véget érő torna győztes csapata 100, a második helyezett együttes 60, a harmadik pedig 40 000 forinttal lesz gazdagabb.